Nem bánják, hogy felfüggesztették a sporteseményeket, mert így több idő jut felkészülni az olimpiára, illetve a kvalifikációs versenyekre. A marosvásárhelyi születésű asztali teniszező testvérpár Szőcs Bernadett és Hunor interneten nyilatkozott a karantén okozta kihívásokról. Szőcs Bernadett idén februárban abban a tudatban vehette át Péter Ferenctől a Maros megyei tanács legnagyobb kitüntetését, az Ali díjat, hogy a román asztali teniszező válogatottal kijutott a 2020-as tókiói olimpiára. A díját adott követően a sajtónak azt nyilatkozta, hogy célja az éremszerzés az ötkarikás játékokon. A koronavírus járvány miatt megváltozott edzési körülményekről, céljaikról és az olimpia elhalasztásáról is kérdeztük a kétszeres Európa-bajnok sportolót, és szintén válogatott testvérét. Egyrészt örvendek, hogy elhalasztották, azért mert az utolsó időben nem játszottam épp olyan jól, ahogy akartam volna, és lehet az isen akarta így, hogy legyek jobban felkészülve, és az álmom teljesüljön be. Mert ahogy mondtam akkor is, hogy akarnak nyerni egy érmet az olimpián. Szőcs Hunor májusban Moszkvában vívhatta volna ki az olimpiai szereplés jogát, augusztusig azonban minden versenyt felfüggesztettek. A válogatott asztali teniszező bizakodó az esélyeit illetően. Most még van egy érem, hogy jussak vissza a világranglistán, mert az ide nagyon jól ment klub szempontilag, Bundesligában nagyon jól ment mindenem, soha úgy sikerülne játszani versenyeken a válogatottnak, akkor szerintem be fogok jutni. És most még van egy érem, hogy jussak oda. Csak még nem tudjuk, hogy lesz pontosan a kvalifikáció, milyen versenyek lesznek ranglista szerint, szóval meg kell várjuk. A Szőcs testvérek elmondták, a román asztali teniszező válogatott tagjaiként külön edzésterv alapján készülnek. Ráadásul előnyükre válik, hogy testvérek, hiszen csapattársaikkal ellentétben ők nem csak erőnléti gyakorlatokat tudnak elvégezni, hanem asztali teniszezhetnek is egymás ellen. Szőcs Bernadett a legjobb romániai női asztali teniszező, a világranglistán a 24. Testvére Hunor pedig a 132. a férfiak rangsorán.